A Szent Imre templomban a szeretet és a várakozás jegyében rendezte meg hagyományos karácsonyi koncertjét a Comenius Kamarakórus. Lovrek Károly csapatának dalai egy olyan világba kalauzoltak el bennünket, ahol a tisztaság alapvetés, a sugárzó mosollyal teli pillanatok pedig természetesek így advent idején is. Ez az egyik legfontosabb koncert. Az egész esztendőben mindig jönnek azok, akiket szeretünk, akik szeretnek bennünket, meg az idegenek, akik bevetődnek, itt most egy nagyon jó helyen vagyunk, ugye itt a város közepén, és mindig egy újabb erőt ad a következő esztendő munkájához, és egyáltalán összekapaszkodunk mi magunk is a szeretet jegyében. A koncerten többek között a klasszikusok közül Kodály Zoltán, Lassus, Mozart, Csajkovszki és César Franck művei csendültek fel End László zongora kíséretével. Az idén már egy kicsit könnyebb volt a munkánk, mint a tavalyi esztendőben, hiszen a Covid veszélye most már elmúlt, ezért próbáltunk a zenetörténetnek különböző korszakaiból meríteni. Így énekelünk a Lassustól kezdve egészen Mozartig, vagy Mozarttól még a kortárs szerzőkig is darabokat, karácsonyhoz kapcsolódó egyházzenei darabokat. A Comenius Kamarakórus ismét megerősítést kapott a kórusmuzsika barátaitól, az igényes hangzás, a közösségi élmény mindenkor élményt jelent, a szeretet ünnepén pedig a mindenséghez hoz közel.